Este van, és ez Gáti Lacinak azt jelenti, indul a kívánság műsor. A muzsikus unva a semmittevést és a nézők nélküliséget, gondolt egy merészet és elkezdett élőben zenélni a legnagyobb közösségi oldalon. Meglepetésére sorra érkeztek a kérések. Laci pedig játszott, és játszott. Hát amikor elkezdtem, nem volt benne tudatosság, mert én csak elkezdtem muzsikálgatni, de aztán egy nagyon gyönyörű kis közönségkör alakult ki, és valóban barátokként tekintők egymásra esténként. Hát most nem akarok szerintelen lenni, én már 40 éve készülök. Az idén 40 év vagyok a pályán. A technikai hátterét ennek ki kellett alakítgatni, tehát ez finomodik még mindig. Valóban egy pici izgalom mindig van benne, és hát a számok, a repertoár adott, inkább a technikai háttér az, ami megoldásra várt nekem itt, hogy itthonról hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy a közönség ne csak valamilyen össze-vissza dolgot kapjon, hanem tényleg egy professzionális, nagyjából amennyire lehet professzionális minőséget. Nagyjából a magyar dalok palettája elég széles nálam, tehát sok mindent tudok azért, és a különbség kiért dalokat, tehát ez egy ilyen kíváncsi műsorra alakult, de ismétlem tőlem teljesen függetlenül, tehát nem igazán gondoltam, hogy ebből egyáltalán mi lesz, de egy kíváncsi műsor lett belőle, és akkor amit tudok, azt eljátszok nyilvánvalóan. És a kérdések csak jöttek és jöttek, Laci pedig csak játszott. Nem ül minden este a zongora mellé, mondja, de ha felcsendül a zene, a barátok felfedezik, hogy élőben van, és elindul a kérdések sora. Ami persze eredményez néha nehéz pillanatokat. Hát nagyon szeretik Máté Pétert. Az Ismerős arcok nélküle című dal az nagyon megy. És itt beadtam a köztudatba egy saját dalomat, az a címe, hogy Mi lesz, ha egyszer nem kell fel a nap. És ezt nagyon-nagyon szeretik szerencsére. Nagyon boldog vagyok ettől, hogy a közönség mindig kéri. Nagyon sokszor ez a záruló. Most valahogy az emberek sokkal szívesebben kapcsolódnak be ebbe az adásba, és nagyon-nagyon szeretik. Tulajdonképpen ez egy interaktív műsor, tehát abszolút élő. Itt vagyunk együtt, a közönség ír, én kommunikálok, illetve hát kommunikálunk egymással. Erre nagyon nagy igény van, és nagyon várják, már az utcán téma. Laci azt mondja, a járvány egészen biztosan megváltoztat majd számos szokást is. Szerintem nagyon vágynak az emberek a találkozásra és az együttlétre, na meg az élőzenére. Addig is ő a maga lehetőségeivel így próbál segíteni, hogy odaül a kamera elé és a zongora mögé, aztán jöhetnek a kérdések. Sosem voltam ellenére, egy távoli vidéken be.